Sziasztok, Zsuzsák Balázs vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. A győri kézislányok és a labdarúgók mellett az Eto futsal csapata is bajnoki címet ünnepelhetett idén, ráadásul immáron negyedszer. A győri kispályások 5 fordulóval a vége előtt már bebiztosították idei győzelmüket, amikor is 7-2-re verték a bajnoki ezüstöt nyerő Berettyóújfalut, a bronzot pedig a gödöllői Bikát nyakába akasztották. A bajnoki arany mellett még kupa győzelmet is ünnepelhettek a győriek, a szezon legjobbjának pedig Drót Zoltánt választották. A női labdarúgó NB1 sem hozott meglepetést, a címvédő MTK maga biztosan védte meg a bajnoki aranyát, az MLS díjátadó gáláján pedig a női NB1 legjobb játékosának a sorozatban 15. gólkirályi címére hajtó Pádár Anitát választották, aki külön díjat is kapott annak köszönhetően, hogy megdöntötte Bozsik József válogatottsági rekordját, és immár 105 szereplésével ő a csúcstartó. Az NB1 női felfedezettje Csányi Diana, a Femina U17-es válogatottja lett, aki első NB1-es meccsén góllal mutatkozott be. A női röplabda NB1-ben is megvédte bajnoki címét a Vasas Óbuda csapata, miután az 5. meccsen 4 szettben legyőzte a Teva Gödöllőt. A bronza békésabai lányok nyakába került, míg a férfiaknál a Finó Kaposvár léphetett a dobogó legfelsőbb fokára, 3-0-ra verve a döntőben a Kádár Kecskeméti RC-t. A bronzot hatalmas csatában végül a Dági KS nyerte, így a Dunafer végül a 4. helyen zárt.